cselekedetek gyümölcsét teremünk, aki ér és uralkodik mindörökkön örökké. Olvasd meg Izajás próféta könyvéből. Izajás így jövendelte megváltóról. Ezt mondja az Úr szolgája. Isten az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támaszta lehessek a megfáradtaknak. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy ráhallgassak, mint a tanítványok. Isten az Úr nyitotta meg fülemet, s én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és megöldöstek. Isten az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem. Ez az Isten ígéje. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Aki csak rám néz, mint ki nevet, elhúzza száját, fejét csóválja. Az Úrban remélt, hát mentse meg, ha szereti őt, szabadítsa meg. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Kutyák falkája vett körül, gonosztevők serege szorongat engem. Átjuttatták kezemet és lábamat, megszámlálhatom minden csontomat. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Elosztják maguk közt ruhámat, és köntösömre sorsot vetnek. Te azonban, Uram, ne maradj távol, erősségem siess és segít. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Hirdetni fogom nevedet testvéreim előtt, a gyülekezetben dicsőítelek téged. Ti, akik félitek az Urat, áldjátok, magasztaljátok őt, Jákob fiai, Izrael minden gyermeke félje őt. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alapot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névben, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tért a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az Isten ígéje. Krisztus engedelmes lett értünk, mint haláli, mégpedig a kereszt haláli. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte áll minden névnek. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvében. Kedves testvérek, most a gyerekek fogják bemutatni nekünk
Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésének történetét, zárlátásában fogjuk megnézni, meghallgatni. A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésének történetét. Nagy csütörtökön este Jézus utoljára érkezett egyik tanítványaival. Vacsora előtt meghozta a lábukat, hogy példát adjon az igazi szeretetre. Ezután megalapította a Szent Misét, hogy örökre közöttük maradjon. Búcsú beszédében ezt mondta. Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Arról ismerjék meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás irány. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja a barátaiért. A vacsora után Jézus követi Olajfát hegyére, hogy imádkozzon. Tanítványaim követték. Közben Jézus ezt mondta. Már csak rövid ideig vagyok veletek. Ahová megyek, oda ti most nem jöhettek. Uram, hová megy? Ahova én most megyek, oda nem jöhetsz velem, de később majd követni fogsz. Uram, az életemet adnám érted, miért nem mehetnék veled? Az életedet adod értem? Péter, ezen az éjjelen háromszor tagadsz meg engem. Ha meg is kell halnom, akkor sem tagadlak meg soha. Te Jézus, te imádjaimmal a Getsemáni kertben jelentkezem. Halálosan szomorú a lelkem, maradjatok itt és vigyázzatok. Atyám, ha lehetséges, ne kelljen kiindom a szenvedés kelyhét, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Péter, alszol? Egy órát sem tudsz velem vigasztani? Imádkozz, mert nagy próbatételem mentek át. Nem sokára egy csapat érkezett elfogására. Jézus elé ment. Kit kerestek? A nazareti Jézus. Én vagyok. Kit kerestek? A nazareti Jézus. Mondtam, hogy én vagyok, ha engem kerestek, a tanítványaimat ne bántsátok. Péter, ne akarj megvédeni, csak egy szavamba kerül és angyalok oltalmaznak. Azt akarod, hogy ne engedelmeskedjek atyám akaratának? Hozzátartozva, a tájszólásod is elárulja, hogy galileai vagy. Esküszöm, hogy nem ismerem azt az embert. Jézus miután megjelentették és kigyújulták, a főtanács elébe tették. A főpap megkérdezte Jézustól. Te vagy a Messiás, az Isten fia? Én vagyok. Látni fogjátok, amint az Isten jobbján ülök és ítélkezett. Ez káromkodás volt. Mi a véleményetek? Mit érdemel ezért? Miért jó a halálra? Miért jó a halálra? Országom nem a világból való. Aki az igazságot szereti, hallgat a szavamra. Én nem találom ezt az embert bűnösnek. A szokás nálatok, hogy húsvétkor valakit szabadon bocsássak. Szabadon bocsátom Jézust. Ne ők, hanem Barabást bocsáss nekünk szabadon. Akkor mit csinálják Jézussal? Feszíts keresztre! De hát mi rosszul?
erre kiszolgáltatta nekik Jézus, hogy feszítsék keresztre. Jeruzsálem leányai, ne engem sírassatok, inkább magatokat sírassátok és gyermekeiteket. Amikor a dolgot elértek, már Bizony mondom nektek, még ma velem lesztek a mennyországban. Keresztje mellett ott állt anyja és szeretett tanítványa is, mikor Jézus látta, hogy ott állnak, így szólt. Asszony, nézd a te fiad, nézd a te anyád. A nap elsötétedett, délután 3 óra tájban Jézus hangosan így szólt. Beteljesedett, atyám kezedbe ajánlom lelkem. Szavakkal lehajtott a fejét, és kivehet. Amikor időnként örömök
és ez megerősít, hogy könnyebben elviseljük majd a szenvedést. Kérjük az Úr kegyelmét a következő hétre, a nagy hétre, hogy Jézussal együtt tudjunk szenvedni, hogy az ő szenvedését mindennapjainkban meg tudjuk élni, hogy az ő keresztjét mi magunk is tudjuk cipelni, hogy majd aztán részesülhessünk Húsvét vasárnap örömében és feltámadásában. Testvérek, valljuk meg, hiszek egy Istenben, megváltó királyunkhoz minden pont tűségesen maradjunk. Urunk, ismeretlen minden ember, hogy önkkel áldozó szenvedésével rendeltettél meg bennünket. Tedd készséges fiatkázatokat a keresztolgozással és a kegyelem közvetítésére. Taníts meg minket az áldozat és szeretetre, hogy részünk legyen az örök dicsőségben, aki élsz és uralkodott mindörökkön örökké. Kedves testvérek, minden vasárnap hivatalosak vagyunk az ige és az eukarisztia asztalához. Az ige liturgiában az Úr Jézus szólt hozzánk, ő azonban köztünk akart lenni a kenyér alakjában is, hogy eledelül adja nekünk önmagát. A szent áldozás összeköt minket Krisztussal és egymással is. Az eukarisztia mindig szent mise gyümölcse, az oltárszekrényben őrzött szentostját egy előzőleg bemutatott szentmiséből valók. Most idehozzuk az oltárasztalára, és kifejezzük imánkat, hitünket, imádásunkat és szeretetünket az oltári szentségben köztünk lévő Úr Jézus iránt. Thank you.
dicsőítsük és magasztaljuk Jézust, aki meghív minket szent asztalához. Közös feleletünk ez legyen, magasztalunk érte, Urunk. Urunk, milyen nagy szeretetről tanúskodnak szavaid, amikor magadhoz hívsz minket. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és az életterhét hordozzátok, én megenyhítelek titeket. Magasztalunk érte, Urunk. Urunk, szent tested vétele jelzi, és megvalósítja köztünk a lelki egységet. Magasztalunk érte, Urunk. Urunk, szent lelkeddel szüntelenül arra késztetsz minket, hogy jót tegyünk, és ebbe bele ne fáradjunk. Magasztalunk érte, Urunk. Urunk, te erőt adsz ahhoz, hogy szeretetben és békében tudjunk élni, és erről tanúskodjunk az emberek előtt. Magasztalunk érte, Urunk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Testvéreim, ha Istent Atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Ne váljék, Uram, ítéletemre vagy kárhozatomra a te szent titkaidban való részesülés, hanem lelkem és testem gyógyulására. Hiszem, Uram, és vallom, hogy ez, amiben most részesülök, valóban a te valóságos és legtisztább tested. Kérlek, add, hogy ezt méltón vegyem magamhoz bűneim bocsánatára és az örök életre. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
mondjunk köszönetet a szent áldozás nagy kegyelmért. Köszönöm, Uram, hogy betértél lelkem hajlékába. Kérlek, mindig légy velem és maradj nálam. Te légy erőm az élet küzdelmeiben, türelmem a szenvedésben, menedékem a kísértések idején, és bizodalmam a halál óráján. Amen. Könyörögjünk. Mennyei eledellel tápláltál minket, Istenünk, könyörögve kérünk, hogy akik szent fiat halálából már biztosan remélhetjük azt, amiben hiszünk, feltámadásának erejéből eljuthassunk oda, ahova törekszünk, Krisztus, ami Urunk által. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünk végéhez értünk. Ebben az órában Isten szavának hallgatói és az Úr asztalának vendégei voltunk. Az Úr megajándékozott minket az ő igéjével és szentestének kenyerével, így Szent Pállal mi is elmondhatjuk, élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él én bennem. Köszönjük meg Istennek ezt a nagy ajándékot, de ne csak szavunkkal, hanem Istennek tetsző életünkkel is. Plébános úr megbízásából a következőket hirdetem. A héten nagy hét van, ne feledkezzünk meg róla, hogy már Krisztus szenvedésére emlékezünk. 17-én csütörtökön nagy csütörtök, az olajszentelési mise a bazilikában délelőtt 10 órakor lesz. Püspök atya ilyenkor szenteli azokat az olajakat, amiket a szentségek kiszolgáltatásához a plébánosok a plébániákra elhoznak, és egész évben használnak. A papok ilyenkor megismétlik a szentelési fogadalmukat, ezért az egész egyházmegye együtt ünnepel, és a püspök a papsággal együtt az egyházára emlékezik, ezért szeretnék kérni a püspök atya, hogy akinek módja van, az menjen el 10 órakor a bazilikába a szentmisére. Itt Bogárdon délután 4 órakor lesz a szentmise, amiben emlékezünk az utolsó vacsorára, és utána pedig vírasztás lesz. Az azt jelenti, a vírasztás körülbelül egy óra hosszat, hiszen Jézus is azt mondta a tanítványainak, amikor elaludtak, hogy egy órát sem tudtok vírasztani velem. Mi megmutatjuk, mit tudunk Jézussal együtt vírasztani, hogy nagy csütörtökön 4 órakor kezdődik a szentmise. Nagypéntek, ne felejtsük el, szigorú böjti nap. Ezen a napon, itt Bogádon délután 5 órakor lesz a nagypénteki szertartás, de 3 órára várom a gyerekeket, ami pontosan Jézus halálának időpontja, Nagykozárba, gyerekek keresztútjára, amikor a kultúrháztól indulunk és a templomba fogunk felmenni, végig imádkozni Jézus keresztútját. Rossz idő esetén természetesen a templomba lesz már a kezdés is. Aztán a nagy hétről még annyit, hogy nagy szombaton, ugye elméletben nincsen semmi szertartás a templomban, és miután lemegy a nap, akkor kezdődik a húsvét vigíliája, a feltámadás ünneplése, de mivel plébános úrnak 10 temploma van, nem tudja megvárni, hogy lemenjen a nap, ezért délután 3 órakor lesz a húsvéti vigília itt Bogádon, utána körmenet és ételszentelést, nem kell az egész sonkát elhozni, meg az összes tojást, de jelképesen lehet hozni a húsvéti ételekből, és ezeket megszenteli plébános úr. Húsvét vasárnapján reggel 8:30-kor lesz itt az ige liturgia. Ezeket a hirdetéseket kirakjuk a templom ajtóra természetesen, és szeretnénk én, hogy aki tud, az vegyen részt a nagy hét ünneplésében, hisz a szenvedés megelőzi a feltámadást, a szenvedésben való közös részvétel és imádság erősíti bennünk is a feltámadás örömét.
Plébános úr meghívását szeretném még tolmácsolni. A héten Gyárvároson fogják vetíteni a Passió című filmet. Kedden este 6:30. Erre a meghívót a minisztránsok kifele menet majd az ajtónál fogják osztani. Most befejezésül álljunk fel, és kérjük az Úristen áldását. Isten, ami Urunk, vezessen, kísérjen, őrizzen és védelmezzen minket, és áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Templomodból, Uram, mielőtt távozom, térdre hullva újból fohászkodom, buzgón esedezve arra kérlek téged, áld meg családunkat és a távol levőket. Munkája után látod. És tőled kér segét, jóságos kezeddel, hál' Isten a veszély, hogy így napról napra hálatát szívbe dicsérjünk téged, most és mindörökké. Amen. Testvéreim, Isten tiszteletünk véget ért, menjetek békével. És köszönöm szépen a gyerekeknek a szolgálatát.